Terjesztettek az SMS-ek és a DK -e is azzal a céllal, hogy megingassák a kormányt és a magyar bankrendszert. Erről beszélt a Gazdasági Bizottság elnöke a napi aktuálisban. Bánki Erika DK-s Varjú László kijelentésére reagált, amely szerint a kormány elvenné az emberek megtakarításait. Bánki szerint kitűnő állapotban van a magyar bankrendszer, közben a Fidesz frakció vezetője azt ígérte, büntető eljárás kezdeményez az ügyben gyorsan bankból kivenni a pénzt, otthon szépben tartani, mert a gazemberek ellopják. Ezt a magyar talan sms kapta meg több állampolgár is, írta meg a demokrata.hu. Kocsis Máté szerint az akció mögött a dollár baloldal áll. A Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán azt írta, az üzenetek hasonló körben terjednek, mint az országgyűlési választásokat megelőzően a baloldal kampányát támogató SMS dömping idején. A fideszes politikus hangsúlyozta, hazugság, amit a DK állított, ugyanis egyáltalán nincsenek veszély ben a lakossági megtakarítások és a bankbetétek. Kocsis Máté figyelmeztette Varjú Lászlót, amennyiben megtartja a sajtótájékoztatóját, feljelentést tesz. A gyurcsánypárti politikus azonban megismételte korábbi kijelentéseit. Varjú László azt állította, bajban van a kormány, ezért veszélybe kerülhet az emberek megtakarítása. Kocsis Máté ezért büntető eljárást kezdeményezett ellene, és egyúttal indítványozza Varjú László valamennyi országgyűlési tisztségétől való megfosztását. Kimeríti a véleményünk szerint a rémhírtejesztés fogalmát. Reagálta a napi aktuálisban Varjú László sajtótájékoztatójára a gazdasági bizottság elnöke. Bánki Erik azt mondta, Rémhírt terjesztettek az SMS-ek és a DK is azzal a céllal, hogy megingassák a kormányt és a magyar bankrendszert. Megpróbáltak az embereket arra rábírni, hogy rohamozzák meg a bankokat, kezdjék el kivenni a bankokból a megtakarításaikat, annak érdekében, hogy esetleg a magyar bankrendszert ezzel bedöntsék. Ezzel nem csak a magyar bankrendszernek és egyébként a magyar kormánynak okoztak volna egyébként komoly károkat, hanem magának a lakosságnak is, akik ebben az inflációs környezetben kiveszik a kamatozó betéteiket, és ez egyébként elveszik, még azt a kamatot is elveszítik, amit a betéttel kaptak volna a megtakarításaik után. A bankrendszer azonban kitűnő állapotban van, és megfelelő pénzügyi tartalékokkal rendelkezik. Nyugtatta meg a politikus az aggódókat. Bankieri hozzátette, a Magyar Nemzeti Bank devizatartalékai is magas szinten vannak, és olyan aranykészletet halmozott fel az elmúlt évek során, amely a közép-kelet-európai országokból lakosság lakosságszámorányosan a legmagasabb biztosítékot adja Magyarországnak.